A globális élelmiszerhiányt addig nem lehet megoldani, amíg az ukrán mezőgazdasági termelők nem térnek vissza a világpiacra, jelentette ki António Gutierrez. Ugyanez érvényes a belaruszt és az orosz élelmiszert és műtrágyát előállítók esetében is, fogalmazott a világszervezet vezetője. Az Ukrajnában dúló háború következménye, hogy a fejlődő országokban elfogytak az élelmiszer tartalékok, sérült az energetikai és a pénzügyi rendszer, állapította meg az ENSZ főtitkára. A háború kisebb vagy nagyobb mértékben 1,7 milliárd ember életkörülményeit nehezítette meg, harmaduk már azelőtt is mély szegénységben élt.